A Barbanegra klubba vagyunk, és most a Barry and the Reds koncertre várunk. Nem mondanám magunkat rajongónak, csak szeretjük. Már jó pár éve szeretjük őket, és nagyon jók. Hárman alapították a zenekart, Paddy, az énekes, Vince és Joey, a basszusgitáros, illetve a gitáros, és hát ők utána szóltak nekem, hogy erről lenne szó. Nagyon jók ezek a dallamok, és nagyon energikus is az egész zene, úgyhogy ezen a nyomvonalon elindultunk, aztán belekerültek a saját dolgaink, és hát nyilván ami a legfontosabb, Paddynek az a dallamvilága, ami szerintem tényleg unikálissá teszi a zenénket. Minket mindig a jó zene érdekel, az, hogy most ezt éppen milyen skatujába lehet valamilyen rendszer szerint elhelyezni, ez minket nem annyira szokott érdekelni. Jó zenét kell csinálni, és mi azt szeretjük. Külföldi és magyar közönség közötti különbség. Vannak különbségek, adott esetben akár kulturális különbségek is, de azt kell, hogy mondjam, hogy eddig hál' Istennek, amerre jártunk, ott a végén mindig jó buli kerekedett ki, és nagyjából nagyon hasonló dolog történt, mint ami mondjuk egy magyarországi koncerten. Vannak olyan országok, ahol kicsit nehezebb bemelegíteni az embereket, mint például Svájc. Nagyon-nagyon tetszett például az orosz közönség. Én nagyon szeretek Oroszországban játszani. Elképesztő, hogy mennyire keményen tudnak inni, vedelni és bulizni. A mai napunk az úgy néz ki, hogy nagyjából úgy tervezünk, hogy olyan fél egy környékén lesz vége a koncertnek, és a hajnali 3-kor már újra a buszban fogunk ülni, ugyanis holnap Dél-Franciaországban játszunk egy elég nagy fesztiválon. Késő esti órán fogunk fellépni, így legalább megpróbálhatunk odaérni, hát reményeink szerint oda is fogunk egyben érni. Igen, ez mondjuk egy lemezbemutató koncert után, hogy nincs meg az a fajta kis nyugalom utána, ami jó lenne, hogy bulizni egyet közösen, a rajongókkal együtt iszogatni, ezt sajnáljuk, de hát ugyanakkor meg nyilván menni kell, és ott is megpróbálunk egy nagyon jó bulit csinálni.